Az előzetes teendők megtétele után 2008 elején kezdtük meg a konkrét munkát ebben a gyerekrehabilitációs részlegben. Előzetesen mi felmértük az igényeket, vagyis megpróbáltuk felmérni az igényeket, és megpróbáltuk a lakosságot is, és az egészségügyi dolgozókat is tájékoztatni, úgyhogy viszonylag gyorsan elég sok gyerekünk lett. Folyamatosan egyre több gyerekkel dolgozunk. Az elmúlt másfél évben, bő másfél évben körülbelül már 200 gyerek fordult meg a részlegünkön. Ezeknek a gyerekeknek jó része folyamatosan jár, van, aki csak vizsgálatra érkezik, különböző dolgok történnek velük. Úgy érezzük, hogy ez a pályázat egyelőre nagyon sikeres volt, mert jó tapasztalataink vannak. Valóban hiánypótló ez az egész dolog. Nagyon-nagyon szükség volt a környéken egy ilyen konduktív kabinetnek induló berendezése is egy ilyen tevékenységre. Tevékenységünk egyre inkább kibővül. Mindenféle gyerekekkel próbálkozunk, akiknek rehabilitációs segítségre van szükségük. Tapasztalataink szerint szeretnek általában ide a szülők járni. Persze van, aki innen is kimarad. Általában a gyerekek javulnak. A gyerekekben amúgy is benne van egy tendencia, hogy sok mindent kinőnek, és sok mindenben ügyesednek, és nagyon akarnak mozogni, nagyon akarnak ügyesedni, de a mi segítségünkkel azért úgy érezzük, hogy sokkal többre viszik, és gyorsabban javulnak, és különböző betegségekből sokkal hamarabb felépülnek, és az állapotuk nagyon sokat javult. Nagyon sok kicsi gyerekünk van, nagyon sok csecsemünk. Közöttük általában gyakori az, amikor csak kicsi probléma van, tehát egy izomtónus eloszlási zavar, kevés segítségre, rövid ideig tartó beavatkozásra van szükség, és ezek a gyerekek teljesen egészségesek lesznek. Nagyon sok olyan gyerekünk van, akik fiatalkori agysérülést szenvedtek el, ők azért egy kicsit nehezebb populáció, velük sokkal több dolgunk van, de a szülők is nagyon-nagyon együttműködnek velünk, és megpróbáljuk belőlük is a legtöbbet kihozni. Úgyhogy nagyon sok ilyen gyerekünk van, ők is általában kicsik, egy év alattiak, vagy három év alattiak, és most már, ahogy ismerté vált ez a tevékenység, egyre több nagy gyerekünk is van, próbálunk nyitni a mozgásszervi problémák, gerincferdülések, mindenféle gyerekbetegségek iránt szeretnénk aszmásokkal foglalkozni, légzőtornát, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy amit csak lehet, szeretnénk bevonni a tevékenységünkbe. A gyógytornász konduktor és a többi gyógytornász, akik a teamben részt vesznek, fizioterápiás asszisztensek, ők minden nap dolgoznak a gyerekeknek megfelelő időbeosztással, egyeztetve a szülőkkel, délelőtt is, délután is, és rendelést is indítunk, már most beindult, az pedig csütörtöki napokon van, ahova előjegyzést lehet kérni. Beutaló kötelesek vagyunk, tehát kérni kell beutalót a házi orvostól, de mindenkit nagyon szívesen megnézünk. Általában a házi orvosok, védőnők küldik a gyerekeket, és nagyon sokan maguk a szülők jelentkeznek, akik hallottak a lehetőségről. Mindenkit szívesen várunk, egy időpontot kell kérni itt a gyerekosztályon. Csütörtöki napra vizsgálatra, és utána megnézzük őket, és jöhetnek. Terveink, vágyaink azok vannak, reméljük, hogy sikerül is őket megvalósítani. Végül is az a tervünk, hogy teljesen felüleljük a gyerekrehabilitációs tevékenységeket, mindent, amire szükség van. Ha vágyainkról beszélhetünk, nagyon szeretnénk vízes foglalkozásokat, úszást is majd valahogy bevonni a tevékenységbe, reméljük, hogy később ez is sikerül, és minél több gyereket foglalkoztatni, és minél több szülőnek és gyereknek segíteni.